Sziasztok! Először próbálj meg elvégezni egy nullával való osztást. Egyben a nulla, egyenlő, megvan hányszor is a nulla az egyben? Ezt nyilván nem tudjuk megcsinálni, de a matematikusok megoldottak már egy nagyobb problémákat is. Mi lenne, ha definiálnánk a végeredményt? Például mondjuk azt, hogy az 1 per 0 egyenlő valami szám, mondjuk nulla. Teljesen logikusnak tűnik. Hogy ez miért nem jó, tegyünk egy kis kitérőt. Ugye a 3 meg 4 összeadás során ez 7-et ad eredményű. Hogyha a 3 helyett egy kicsit más számot adunk hozzá a 4-hez, akkor a végeredmény is egy kicsit fog különbözni. A bemenetnél van egy pici hiba, és a kimenetnél is van egy pici hiba. Hogyha ezt ábrázoljuk, ezt a jelenséget az összeadás esetében, például a 4 plusz x függvényen, akkor azt láthatjuk, hogy ha az x közelít a 3-hoz bármely irányból, akkor a végeredményünk is közelíteni fog a 7-es végeredményhez minden irányból. Ezzel szemben az osztásnál, hogyha a nullához megyünk közel, tehát nullá helyett mondjuk 0,1-del osztunk, akkor a végeredmény az 10. Ha pedig mínusz 0,1-del osztunk, akkor pedig a végeredmény mínusz 100. Hogyha ezt ábrázoljuk, akkor láthatjuk azt, hogyha közeledünk a nullához negatív, illetve pozitív irányból, akkor az általunk az előbb kijelölt nulla végeredménytől bizony egyre távolabb és távolabb kerülünk. És ez egy olyan hiba, amit nagyon nem szeretnének a matematikusok egy műveletben, hogy nagyon távolodjunk a végeredménytől. És az a helyzet, hogy bármely más értéket is jelölünk a számegyenesen, mindettől távolodni fogunk negatív irányból, mínusz végtelen felé, pozitív irányba, plusz végtelen felé. Ezért tilos osztani nullával.